reggelre pedig hetekkel az utolsó ellés után lett egy ikerpár. Erősen fogod? Erősen fogod? Nagyon ügyes a kende, nagyon ügyes. Jelentem, megérkeztek a botáta palánták. Két félét rendeltem, tavaly négyet, de a lila meg a kék az nem igazán vált be, úgyhogy most csak a sárgákból rendeltem két különböző fajtát. Mindjárt el fogom ültetni őket, ezúttal vödörbe, nem pedig szabadföldbe. Tavaly évben én nem tudom mire a termés 90%-át megették, tehát magának a krumpli testének a 90%-a el volt tűnve. Idén ezért vödörbe és ültetőedénybe fogom ültetni őket. Ide kerülnek rögtön a palánták. Ez nem sima komposzt, hanem vegaszka keverék, ami annyiban más, hogy tartalmaz homokot is. Ugye a batáta a homokosabb talajt szereti. Ebbe fogom őket kiültetni. Na ezzel meg is vagyok, ugye a burgonyának az alsó levele az nyugodtan mehet a föld alá, és adnak hozzá az állításkor egy A4-es oldalnyi útmutatót, és abban azt írják, hogy ültetéskor, ültetés után egy hétig a napi 1 liter vizet meg kell kapni a palántánként. Itt vannak az én kis cukkéni szörnyeim. Hát egy kicsit gazos lett a fóliaház. Ez már annyira permakultúra, hogy inkább Jurassic Park. Ezt akarom megmutatni, hogy már ekkora cukkéni. 15-20 centi körül járnak. És mindegyiken ekkorák vannak. Barom jól érzi magukat itt a meleg fóliaházban. És ide mellé fogok most ültetni egy újabb növényt.
Ez a növény pedig nem más, mint a karéla, az balzsamgörte. Soha nem ültettem még ilyet. Nagyon ronda, de finom termése van. A Krisna völgyben láttam ilyet, és úgy döntöttem, én is kipróbálom itthon, úgyhogy most el fogom ültetni. Én a hurkapálcát letűztem a földbe a növény mellé. Arra kötöttem ezt a kis madzagot, ami fel van rögzítve a melegház szerkezetéhez. Ehhez pedig egy klipszel hozzáfogadtam a növényt, és ide majd szépen fel fog futni, ha minden igaz. Normális vagy?
Yeah.